Tisztelt egybegyűltek, tisztelt emlékezők! Megint eltelt egy év, és újra összegyűltünk, és nagyon szép számban összegyűltünk, ez külön öröm számomra, hogy megemlékezzünk a karancslejtősi ellenállás 73. évfordulójára. Műsorunk elején dr. Veszeli Gizella előadásában hallgassuk meg Juhász Gyula Himnusz az emberhez című versét. Jó szerencsét! Mikor azt a szót hallom, hogy bányász, akkor mindig az a szó jut eszembe, hogy ember. Ezért választottam a mai nap tiszteletére Juhász Gyula Himnusz az emberhez című versét. Az emberhez száll himnuszom ma, hittel hat harsogom dalom. A nagy ismeretlenek helyébe dacos fejem meghajtva mélyen, szeliden és örök reményben, ez ismerőst magasztalom. Tudjátok-e, mi az ember? A por s a végtelen fia, Isten teremtő földi szellem, kemény pöröly, vas végzet ellen, ezer fenséges küzdelemben viaskodó harmónia. Nézzetek, izadtar mezőkön, sarcol a rögből életet, nap égeti tüske marja, tépázza ég és föld viharja, s a jövendő útján haladva csókolják fény és fellegek. Nézzétek, napba törtetően mint épít büszke kupolát, magasba lendül lelke, karja, kőhomloka, érchomlokzata, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe száll tovább. Ember, hittel hiszek te benned. Ember, forron szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas, te végzetes, te forradalmas, te halálban is diadalmas utód az Isten örökén. Tisztelt emlékezők! 1944. novemberében a környező települések bányászai itt olyan tettet hajtottak végre, amellyel örökre beírták nevüket a történelem dicső lapjaira. Most pedig kegyelettel emlékezzünk azokra a karancslejtősi bányászokra, akik 1944. november 23-án megtagadták a hadimunkát, megszervezték az ellenállást, és a szabadságért harcolva bátran néztek szembe a halállal. Felkérem Dobor István urat, a Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság elnökét emlékező beszédének megtartására. A hőstettek soha nem évülnek el, a hősök örök életűek. A nógrádi ellenállók a mi hőseink, mert olyat tettek, ami kitörölhetetlenül ívódott bele a bányásság nagy történelem könyvébe. Olyat tettek, amikre emlékezni lelkünkből fakadó kötelesség, szívünk diktálta igény. Amikor felidézzük a 73 évvel ezelőtti eseményeket, mi utódok arról teszünk tanúbizonyságot, hogy mártír elődeink emlékét megőriztük, alakjukat, cselekedeteiket nem hagytuk feledésbe merülni, hálával és büszkeséggel tekintünk rájuk. Tisztelt emlékezők! A történelemnek vannak nagyon szép, boldog, békés napjai, évei, évtizedei. De vannak nagyon sötét pillanatok, napok, évek. Na ilyen volt az, amikor 1933-ban Hitler hatalomra került. Hazug propagandájával, a német társadalom befolyásolásával, becsapásával azonnal elindította azt a folyamatot, ami háború, majd világháborúba sodorta saját országát. Lerohanta a gyengén felfedezett, háborúra nem készülő európai országokat. Őrületében halálba küldte, leigázta minden ellenfelét, és a nem árja népek nagy részét. Sőt, a végórákban pedig a városok védelmében katonain kívül besorozta saját, időskorú lakosságát, és népe fiatal ártatlan gyermekeit is. Ehhez az iszonyathoz csatlakozott Magyarország 1941. június 27-én
amikor a harmadik birodalom oldalán belépett a világháborúba. A történelem fekete napjai közé tartozik 1941. június 22-e is, amikor a német hadsereg megtámadta a Szovjetuniót. A magyar emberek történeti emlékében soha nem fog elfeledni 1943 tele, amikor a Doni áttörés során a második magyar hadsereg néhány nap alatt vereséget szenvedett, jelentős emberélet árát szinte teljesen megsemmisült. Szégyen teljes nap, 1943. március 19-e. A német csapatok megszállták hazánkat. A német csapatokkal együtt érkezett a Gestapo különítménye is. Ezek hozzájuk eljuttatott listák alapján módszeresen még az első napon 3000 magyar politikust, újságírót és közéleti személyt tartóztattak le. A Gestapo emberei a bányavidékeket is elárasztották. Csendőrök kíséretében tucatjával foglalták el, fogták el lakásukon és munkahelyüken a bányamunkásokat, a bányavezetőket, a szakszereti vezetőket. A nyilas és német katonai parancsnokság ellenőrzése alatt lévő bányavezetőség frontszolgálatra vonultatta be azokat a nem kívánatos személyeket, akik zavarták az ő munkájukat. Vagy olyan is előfordult, hogy hetente többször rendelték be őket kihallgatásra. Ez a harc nem sokáig tudott így teljes mértékben kibontakozni, mert a német és nyilas hadvezetés a szovjet hadsereg nyomását nem tudta kivédeni. Ennek kivédésére aljas módon a civil lakosságot is kirendelték lövészárkok, tankcsapdák építésére. A civil lakosság kényszerítése már nem volt elég, ezért a bányaigazgatóság javaslatára a karancslejtős akna dolgozóit kívánták kirendelni az Zagyvaszántó vidékére, lövészárkot ásni, utakat építeni. Ebben az időszakban, 1944-ben az ipari miniszter elrendelte hadüzemek kiürítését, így a salgótárányi bányak leszerelését is. A bányaüzem leszerelése november 20-tól vette kezdetét, addig a bányászokat kötelezték a szén kitermelésére. A bányavezetőség a német parancsnokság utasítására elrendelte karancslejtős akna termelésének beszüntetését. Tisztelt emlékezők! A túlélők elmesélése alapján idézném fel azokat a gyászos napokat, amelyek a történelem folyamán dicső nappá váltak. Gondoljunk vissza, 1944. november 22-e. A bányaigazgatóság utasítást adott Jámbor félmérnöknek, a karancsolja lejtősaknai üzemvezetőjének, hogy a csákányokat és a lapátokat ki kell szállítani a bányából azzal, hogy 23-án reggel az idősebb korosztályok induljanak szerszámmal együtt a front mögé hadimunkára. A fiatalokat pedig Széchenyben kell jelentkezni sorkatonai szolgálatra. A nagyobb nyomaték kedvéért Karancsolyán, Etesen és a környező falvakban kidoboltatták a bányaigazgatóság utasítását, továbbá azt, hogy fejbelövéssel fenyegetik azokat, akik esetleg otthon maradnak. November 23. A bánya bejáratánál több száz bányász gyülekezik. Kozik Ferenc öreg jár szavait igézném. Tagadjuk meg az engedelmességet, menjünk le a bányába, szervezzük meg az ellenállást. Délutára már körülbelül 200-250-en lehettek. Többen fegyvert szereztek, azzal számoltak és bíztak abban, hogy a szovjet csapatok 3-4 napon belül megérkeznek. Ekkora kialakult az ellenállás vezető csoportja, Kozik Ferenc, Kozik Rajmund és Mahiák János, aki egyben a fegyverek kezelését is tanította az itt összejötteknek. Estére sajnos tudomást szerzett erről a bagyosai csendőrparancsnok, a salgótarjáni német és SS parancsnok. Valaki beárulta az itt szervezkedőket. November 24-én délután a német parancsnokság utasítására az üzemvezetősége lekapcsolta az áramot, leállt a szellőzőrendszer, és akik itt maradtak, a szellőzőgépet kénytelennek voltak kézzel meghajtani. Leküldték a bányába Jámbor üzemvezetőt és Szepesi főaknász azzal, hogy az ellenállás beszüntetését kérjék
akkor már több mint 300 bányásztól és 22 katonától, akik a bányászokkal tartottak. A kérést nem fogadták el. 25-e. A fasiszták a bánya légaknáját befalaszták, a többi kijáratot a főbejáraton kívül aknával összerobbantották, majd a németek gázbombát dobtak a légaknán keresztül. Ezt követően Szúr Sándor bányászt, majd a bányászok feleségét és gyermekeit kényszerítették a bányába, hogy aljas ígéreteikkel érjék el, hogy a lentlévők hagyják el a bányát. November 27. A mind romló helyzetre való tekintettel 270 bányász hitt a fasiszták ígéretében, és elhagyta a bányát. Fegyveres csendőrök és német katonák a motozás után Salgótarányi laktanyába vitték őket, ahol napokig éheztették, kínozták őket. November 28. Ekkor 33 ember hagyta el a bányát, és a bányában már csak 6-an maradtak. Kozik Ferenc, Mahinyák János, Szőlős Imre, Tarnóz Gáspár, Somoskő János és Lackó Zoltán. A kijött bányászokat kínozták, mert meg akarták tudni, hogy kik maradtak a bányában, de ők egyetlen nevet nem árultak el. Ezután történt az, hogy az SS parancsnok utasítására a sor szélén lévő 3 embert felállították a bányabejárat fölé, akikre 4 puskából gyilkos sortüzet dúzítottak. Kioltotta a sortűz Páles Jenő, Lackó Mátyás és egy erdélyi katona életét. A bányában maradt 6 bányász 2-3-as csoportban szervezte meg a kitörést, az egyik a berobbantott kijáraton keresztül, a másik csoport a lezárt légaknán keresztül. A kitörés tűzharc árán is, de sikerült. Ennek hatására különösen kíméletlenül megkínzott Mahinyák Józsefet, Lukács Sándort és Tóth Miklóst 44. december 6-án megölték Salgótarjánban. De ennek az áldatlan állapotnak 1944. december 26-án Kisterenye, Zagyvapálfalva és Salgótarján után Karancsajna környéke is felszabadult a német fasiszták nyilas uralmával. Az itt elhangzott néhány név, a sok száz közül csak kevés, akiknek a neve elhangzott, akik a magyar ellenállás antifasiszta mozgalom szervezői és tartósai voltak. Azért ölték meg őket, mert a németek szerint a magyar nép ellenségei voltak. Tisztelt emlékezők! A bányász emberek bátorságáról általában a munkájuk kapcsán ejtünk szót. Mekkora bátorság kell ahhoz, hogy leszállva a mélybe, élete kockáztatásával, állandó fenyegetettségbe felvegye a harcot a természet erőivel, hogy legyen az embereknek éltető energiája. De ez a bátorság ellen tulajdonság is, ami akkor is működik, hanem a termelésben, hanem a történelem viharában kell helytállnunk. Szükség és veszedelem esetén csak egymás között találtak segítséget. Így volt ez akkor is, amikor a bányászok behúzódtak a bányába. Ők olyan emberek voltak, akik azt tették, amit akkor szükségesnek láttak. Szembenéztek a várható következményeikkel is. Igaz, és olyan emberekké váltak, akiket nem mindennapi bátorsággal és önfeláldozással áldott meg a sors. Helytállásuk azért is jelentős volt, mert megmutatta, hogy a bányászok fasizmus elleni izzó gyűlöletete a tettekben is kifejezésre jut. Így vált a karancslejtős hősök a magyar bányászság mártíreivá, a szabadságért harcolva bátran néztek szembe a halállal. Ők meghaltak, de az ügy, amiért harcoltak, győzött. Mit jelent ez a cselekedet? Jelentse azt, hogy a jogtalanság és az igazságtalanság ellen harcolnunk kötelesség. Jelentse azt, hogy a kilátástalan helyzetben sem adjuk fel. Jelentse tovább azt, hogy emberek tudjunk maradni minden körülmények között. Tisztelt emlékezők! A 73 évvel ezelőtti bányász hősökre emlékezünk, azokra, akik szembeszálltak a fasizmus esztelenségével. Volt erejük,
volt bátorságuk a harc megvívásához. Bányászok voltak, és igaz emberek, de hőssé váltak. A mi dolgunk, hogy emléküket megőrizve haladjuk azon az úton, amit mártírságuk kijelölt számukra. Kívánom, hogy ezen az úton együtt éveken keresztül tudjunk haladni, és együtt emlékezzünk a 74. 75. évfordulóra is. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó szerencsét! Gyermekének szeretettel nyújtsatok kezet. Zordon Bérceg bányász gyermekének
Szeretettel nyújtsatok kezet, ilyen soká, ilyen soká, ilyen soká, ilyen soká, ilyen soká a bányászok. Eszlébehok, 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 der Bermannstam. Tisztelt emlékezők, most pedig a koszorúzás következik. Először Karancsalja község önkormányzata koszorúzik. Páles Lajos úr. Nem, ezt meg csináljuk. Mi tiszta szívre lelkese, szállunk alá a véget, munkába keszkerünk színű, zsivunk a tánya véget, a lőkorokban menj dörök, az észfal omlik hull a rök, a gépek felviszik fel. Nógrád megyei bányász alapszervezet. És hogyha majd a Salgótarján megyei jogú város. MSZP Salgótarján városi alapszervezete. ...2006 Munkáspárt Európai Baloldal. Dorokházi nyugdíjas bányász szakszervezet.
Magyar Munkáspárt megyei és városi képviselői, képviselőjelöltjei. Kazári Nyugdíjas Bányász Szakszervezet. Kisterenyei Bányász Szakszervezet. Nagybátonyi Bányász Szakszervezet. Karancsági Bányász Szakszervezet. Nádolyfalu Bányász Szakszervezet. Salgói Bányász Szakszervezet. Vizslási Bányász Szakszervezet.
Zagyvapál falvai bányász szakszervezet. Igen. Megemlékezésünk végén pedig énekeljük el a bányász himnuszt. Bányásznak halni szép halál.